Nem telt meg még 100 méter sem a Siohídnál található bázisuktól a szekszárdi kajakosokból álló szokásos őszi személygyűjtő kommandó, az első közepes méretű fekete zsák azonnal megtelt. Azokkal az elsősorban kommunális hulladékokkal, amit a töltés melletti tisztáson gyakorta megfordulók mindig itt hagynak nekünk. Ami még szomorúbb, eleve úgy érkeznek bizonyos horgászok, turisták, de úgy általában természetkedvelők, hogy itt a Siómenti zegzugos részen tüntetik el az otthon fölöslegessé váló, a földre roppant veszélyes tárgyaikat. De a kínálati palettán mindig van új a nap alatt. Hát még hálószobai titkok is azért előkerültek innen, úgyhogy főleg a bicikli belső, ugye, meg hát azért vannak itt egyéb apróságok, amik előkerülnek, a krémes dobozoktól kezdve a gumi, a befőttes üveg, nagyon sok mindent tudnék mondani, a szívószálon át, a dohányos doboz, a kukacos horgász dobozoktól kezdve, rettentő széles a paletta, hogy miféle szemét összegyűlik itt a vízparton sajnos. Jelen esetben a Sió mentén Sióagártól a Gemenci természetvédelmi területig. Ez bizony már régebb óta szúrja a Sióhíd közelében maguknak otthon teremtő szekszárdi kajakosokat, akik klubvezetőjük Jámbor Attila vezetésével évente többször is átfésülik több kilométeren át ezt a területet, hogy az így begyűjtött sok-sok hulladékot átadják az ennek ártalmatlanítására hivatott illetékeseknek. Nem egy egyszeri alkalom ez, amit most láttok. Mi minden évben, amikor évvégén vége van a versenyszezonunknak, akkor összerántjuk a csapatot, és nyilván egy bizonyos határig, de egy másfél-két-három kilométert, ahogy az időnk engedi, megtisztítunk a Siópartból. Talán egy kicsit a mi lelki megnyugtatásunk miatt is, bár mi a parton nem nagyon mozgunk, hanem csak a vizen, illetve nem is túrázók vagyunk, hanem versenyzők, és a versenyzők ugye nem is visznek magukkal semmi olyan jellegű dolgot, amit a parton találunk, de azért mégiscsak egy jó érzés, hogy az ember, ha egy egész évben használ egy területet, azért tesz a környezetért valamit. Sajnos most is gyűltek a zsákok szép számmal. A személygyűjtő akcióban résztvevő kisebb-nagyobb kajakos gyerekek szemmel láthatóan nagy-nagy küldetés tudattal a nemes cselekedettől vezérelve roppant szorgalmasan tették a dolgukat. Szembesülve a számukra is lehangoló objektív tényekkel, amit már megszoktak. Azért fontos számomra, mert minden nap itt kajakozunk, és nem szeretném, hogy a természet tele legyen szeméttel, amit más emberek eldobálnak, és ezért úgy gondoljuk, hogy ez fontos összeszedni. Mivel a kijelölt horgászhelyeken koncentrálódik a legtöbb szemét, így a gyanú erősen rávetődik nem ok nélkül az egyébként környezetvédők hírében álló horgászokra. Igaz, az általuk kialakított helyeken, illetve azok környékén mások is, például barátaik, családtagjaik is megfordulnak, ők is vétenek a természettel szemben. De a horgászoktól mégis bizonyos, nagyon is elvárható a mostani állapotokkal való szembenézés és az ebből adódó cselekvő szemléletváltozás. A horgászoknak üzenném, mint hivatásos halőr itt a Tohosznál, hogy aki van, aki becsületes, elhozza a szemetét, hazaviszi, erre kérek mindenkit, hogy ha elhozta a szemetét, vigye is haza. A dolog ennyire egyszerű lenne, ebben az esetben a szekszárdi kajakkenu ese a következő Siómenti személygyűjtő akciójánál nagy valószínűséggel nem lenne szükség 300 zsákra, hogy a munkájukat elvégezzék.